Sziasztok! A mai alkalommal két eszközt fogok bemutatni nektek, az egyik a Follow Me, a másik pedig a Measure Tape. Természetesen még más apró parancsokat is be fogunk vetni, de főleg ezeken lesz a hangsúly. A példánkban házakat fogunk szerkeszteni, és főleg a házak tetőszerkezetére fogunk koncentrálni. Vágjunk is bele! Toljuk el, és forgassuk el a nézetet, hogy számunkra ideális legyen. Körülbelül ez az a indulási állapot, amiben dolgozni fogunk, és a rectangle tool-lal a zöld és a vörös tengely által határolt síkon vegyünk fel egy körülbelül 14 méter hosszú és 8 méter széles alapterületet. Ezt a területet a push-pull tool-lal húzzuk ki, a magassága legyen 5 méter. Ez a házunk alaptestje. Most ki kell szerkesztenünk a házunk tetőszerkezetét, tetejét, ehhez bevetjük a szögmérő eszközt, válasszuk ki, és amikor vörös színű a szögmérő, akkor tudjuk, hogy azon a síkon vagyunk, ami a vörös tengelyre merőleges. Adjuk meg a kezdőpontot, definiáljuk a nulla vonalat, és ehhez képest föl tudunk majd venni egy guideline-t, figyeljünk oda, hogy a vonal sznappelődjön egy osztásra, én most körülbelül 30 fokra fogom kiszerkeszteni ezt a guideline-t. Klik! Ha megvan a segédvonal, akkor a vonal parancssal szerkesszük ki az alapsíkunkat, sík idomunkat, amit ugye föl fogunk használni a tetőszerkesztésre. Látható, hogy a midpointból indulok, kék színű a vonal, azaz az kék tengelye párhuzamos, nekünk ez jó, és egészen addig húzom, míg azt nem látom, hogy online. Ezután klikkelek, és bezárom a sarokpontnál a vonalat, és így kapok egy háromszöget. Tulajdonképpen ezt a háromszöget kellene végig tolnom, hogy megkapjam a térbeli tetőszerkezetet. Meg kéne adnom egy útvonalat, és amentén végig tolni ezt a háromszöget, hogy egy térbeli testet kapjak, és pontosan ezt tudja az úgynevezett Follow Me funkció a SketchUp-ba. A nagy Large toolset-en itt látható az ikonja, a push-pull tool alatt, ez egy nagyon fontos eszköz, válasszuk ki, megkér minket, hogy válasszunk egy felületet, amit ki fog húzni, válasszuk ki a háromszöget, majd ezután definiálnunk kell az útvonalat, a vörös vonal jelöli, hogy milyen élek mentén halad a kihúzás, szépen meg lehet neki ezt mutatni, és a legvégén klikkeljünk majd rá a végpontra, ha elég ügyesek vagyunk. És ha sikerült, akkor ne lepődjünk meg nagyon, de már is készen van a házunk tetőszerkezete. Első ránézése ez egy viszonylag bonyolult szerkezet, de pikpak ki tudtuk szerkeszteni a Follow Me funkcióval, és tulajdonképpen ez még csak a kezdet. Eltolom egy picit a nézetet, és most a Measure Tape segítségével fölmérek, kimérek 5 méter hosszú távolságot, megfogom itt a háznak a sarkát, elmozdítom, zöld színű, tehát tudjuk, hogy a zöld tengelye párhuzamos, és begépelem azt, hogy 5, és egy úgynevezett guideline-t helyeztem el a modelltérbe, e mentén fogok újra fölvenni egy alapsíkot, ami 14 méter hosszú, és 8 méter széles lesz. 14 méter hosszú, és 8 méter széles. Kihúzzuk a push-pull tool-lal, és olyan magasra szeretném húzni, mint az előző ház, és amikor húzom, ezt úgy tudom elérni, hogy ráfogok egy endpoint-ra a tárgyraszter segítségével. Már is megvan a magasság, és nagyon gyorsan újra kiszerkeztem a tetőnek a vonalát. Persze másképpen is meg lehetne ezt oldani, de ebbe a videóban a ismétlésen és a tanításon van most a hangsúly. Megvan a guideline, kivetítem a felezőpontot, megrajzolom a háromszöget, és készen is vagyunk, magát a guideline pedig kijelölés után tudjuk törölni. Most annyival lesz másabb a feladatunk,
hogy elalakú lesz az alapterületünk, tehát képzeljük el ezt úgy, hogy bővítjük az épületet, a családi házunk bővítése szorul, a mezőt éppen innen, ettől az oldaltól befele fölmérek 5 métert, ez kijelöl egy vonalat, a vonal pavancsa beteszek egy plusz ért, látszik, hogy tárgyalasztalpontok megjelennek ott, ahol a vezető vonal, a guideline elmetszi az éleket, azaz nagyon jó szerkesztő vonalak ezek, és végül a push-pull tullal kihúzom 5 méter hosszon. Már is bővítettem az épületet. Na, már csak a tető van hátra. Kezdjünk is bele. Jelöljük ki az alapsíkot, ugye? Most megmondom előre, hogy mi az az útvonal, ami mentén végig szeretném küldeni az alapvonalamat. Ezután kiválasztom a Follow Me funkciót. Follow Me, ráklikkelünk az alapfelületre, és gyönyörű szépen végigküldi a kiválasztott felületet az útvonal mentén. Nézzük meg az orbittal, hogy hogyan is alakult ki a tetőszerkezet. Látható, hogy majdnem jó, hát megjelentek plusz élek, de ezeket pillanatokon belül ki fogjuk javítani. Először is a vonal parancsal behúzzuk a hiányzó éleket, meg ide is behúzunk egyet, majd a radír parancssal a felesleget el fogjuk távolítani. Figyeljünk oda, hogy mit radírozunk ki, mert olyan élek is tördése kerülhetnek, amit ugye nem szeretnénk. Ha mindent megfelelően hajtunk végre, akkor pillanatokon belül kialakul a végleges tetőszerkezet, és tessék, a Follow Me funkció egy ilyen bonyolult tetőszerkezetet is pillanatokon belül ki tudunk alakítani. Ami még ilyenkor igényként fölmerülhet, az az, hogy ugye nem ilyen csapott tetőt szeretnénk, hanem azt szeretnénk, hogy ez a háromszög, ez a sík a ház falával egy síkban legyen. Ezt a Move parancssal tudjuk kiigazítani, jelöljük ki a csomópontot, mozgassuk el, látszik, hogy a zöld tengely mentén mozgunk, ezt a Shift parancssal, tehát billentyűvel rögzítjük, ekkor el lehet mozdítani, majd vigyük rá az egérmutatót a felületre, és klikkeljünk. Már is kialakult a végleges geometria, ezt ugye itt is meg tudjuk tenni, elmozdítjuk, ugye ha alapvetően egy élt elmozgatunk, megy vele minden, arra kell figyelni, hogy snappelődjön a vörös tengelyjel, most látszik, hogy on red axis, shift-tel rögzítem, és el tudom mozgatni a mutatót, egy új felületet tudok neki mutatni, hiszen ezzel szeretném, hogy egy síkban legyen, klikkelek, és már is elkészültünk. Voilà, tessék, itt van egy összetett bonyolult tetőszerkezet, amit pillanatokon belül ki tudunk szerkeszteni a Follow Me funkcióval. Menjünk tovább, levezetésképpen még egyet rajzoljunk, kimérjük az 5 métert, csak hogy gyakoroljunk, rectangle-lel megadjuk az alapterületet, 14 méter x 8, push-pull tool-lal meghúzzuk a magasságot, készen vagyunk, most megszerkeztem ennek a felező vonalát, és ehhez képest mérek föl jobbra-balra 2,5 métert, csak hogy gyakoroljuk a measure tape funkciót is, hogy hogyan lehet ilyen szerkesztő vonalakat, vagy hát jobban mondva vezető vonalakat fölvenni. Ide rajzolunk egy rectangle-t, ezzel ugye két új ért helyezünk el, a középső törlöm, a push-pull parancssal kihúzom 5 méterre, ezután a guideline-okat törlöm, nagyon gyorsan kiszerkeztem a tetőmnek az alapidomát. Hát ezzel csak azt akarom mutatni, hogy milyen gyorsan is lehet dolgozni a SketchUp-ba. Jó,
már csak végig kell küldenünk. Ugye először kijelöljük az alap síkot, ami megadja az útvonalat. Ugye ha egyszer klikkelünk, akkor a sík van kijelölve, ha duplán, akkor a sík, és a síkot határoló élek dupla klik. Tehát innen tudja a follow me funkció, hogy mi is lesz az útvonal, amin végig kell mennie, rámegyünk a parancsra, megadjuk az alapfelületet, és már is készen is vagyunk. A line-nal behúzunk egy hiányzó élt, ezután pedig a törléssel kivesszük a felesleges éleket, hogy a végleges geometriát megkapjuk. Gyönyörű, szép lesz a modellünk, innen is törlöm a felesleges plusz éleket. Jó, úgy látom, hogy minden rendben van. Már csak annyival hátra, hogy itt ezt a sarokpontot elmozgassam, rámegyek a move-val, shift-tel rögzítem a zöld tengelyt, majd megmutatom neki a felületet, és már is készen vagyunk, az idézel pedig törlöm ezt az élt, és készen van a házikunk. A mai példában tehát megnéztük a follow me, meg a measure tape használatát. Látható, hogy nagyon hasznos parancsról van szó, hiszen összetett geometriai formákat lehet pillanatokon belül törölni. Még egy tipp, hogyha sok guideline lenne a modelltérbe, akkor menjünk az edit, delete, guides, parancsa, és az összes vonalat ki fogja törölni a modelltérből. Köszönöm szépen, hogy ma is velem voltatok, és hát természetesen tovább haladunk a SketchUp megismerésében.